Tehát a Zöld Város program keretében természetesen a lakótelepeket is szeretnénk megújítani, zöldebbé tenni, érhetőbbé tenni. És itt az új kertben összesen 5 játszóteret és 9 sportpályát újítunk fel, továbbá a város egy csomó zöldet ültet. Ami egyébként, hogyha itt szétnézünk itt a Görgei utca tömbelsőjén, akkor látjuk, hogy ez a törekvés azért azt eredményezte, hogy így is egy tulajdonképpen olyan, mint egy kis erdő itt a lakótelep belsejében. Még hogyha a növényzetet is elültetjük, ami most következik, mert értelemszerűen ez a növényzet ültetésének az ideje, akkor én azt hiszem, hogy nagyon komolyan meg fog újulni, szépülni az új kertnek ez a része. Durván egy 900 millió forintba kerül az egész beruházás, és itt most tulajdonképpen a játszóterek azok, amit igénybe lehet venni. Tekintett arra, hogy igen, jó idő van, tehát még nyugodtan mondhatom, hogy napközben, főleg most, hogy szünet van, nyugodtan lehet játszani, itt a gyerekeket lehozni, mert bár munkaterületnek számít, de azért itt egyébként is közlekednek az emberek, és gondoltuk, hogy ezzel egy kicsit közelebb lehet hozni az emberekhez ezt az egész felújítási programot. Ami még igazából nagy volumenű munka és hátra van, az a Újkert túloldalán, a Mennyhárt tér környékén, a Nagy Domnál a csúszdapálya megépítése, de hát december elejére jelezték vissza eleve a gyártók, hogy a csúszdapálya megérkezik. Hozzáteszem egyébként, hogy nincsenek egyáltalán késésben a kivitelezők, mert a tél végére ígérték azt, hogy minden, és arra szerződés is itt, hogy minden megújítanak itt a tömbelsőkben, és hát reméljük, hogy az újkertieknek a tetszését is meg fogja ez a program nyerni. Az Újkerti Zöldváros program az egyik legnagyobb zöldváros program eleme a Debrecen 2030 programnak. 118 ezer négyzetmétert érint a program. Ez tartalmazza az 5 játszótér megújítását, 9 sportpálya megújítását, járdaburkolatok fejlesztését, megújítását, 14 kamera lesz elhelyezve annak érdekében, hogy a biztonságra is tudjunk fókuszálni, Újkert, az Újkert biztonságát is tudjuk növelni. És hát amint látják, itt igyekeztünk korszerű, minőségi burkolatokat kialakítani. Jól illeszkedik a zöldváros színéhez, vagy zöldvároshoz ez a zöld színű gumiburkolat. Természetesen kollégák nyilván erre is figyeltek. Jó minőségben végezték el itt a kivitelezők a munkát. Nyilván a hátralévő része, a zöld területek megújítása, a gajazások, fajültetések, cserjék, bokrok ültetése, az a következő hetekben történik meg. 2022. január 18-a a szerződés szerinti véghatáridő, addig kell a kivitelezőnek elkészülni minden munkálattal. Ja, ahogy képviselő említette, a Nagy Domb átadása, ami a legattraktívabb eleme lesz itt a játszótereknek. Ha megengedik, akkor azt el is mondom, tehát ugye üntött gumiburkolat lesz ott is a játékeszközök környékén, ahogy itt látható. 10 új játszóeszközt telepítünk majd a Nagy Domb környékére, köztük 3 egyedi csúszdát, és egy erődítmény is része az ottani fejlesztésnek, tehát az lesz a leglátványosabb, legszebb játszótéri eleme az öt játszótéri fejlesztésnek. A négy játszótér átadásával, tehát a gyerekek birtokba vehetik ezeket a létesítményeket, használják egészséggel, és örülünk, hogy az új kert esetében is a Zöldváros program egy jelentős arculati megújítást hoz. Ugye itt a lakótelepnek, a lakóterületnek átfogó felújítása az elmúlt évtizedekben nem volt. Ez az első nagyon komoly korszakos jelentőségű lakótelep megújítási program. De arról döntöttünk itt a 21-27-es Európai Uniós fejlesztési ciklus kapcsán, hogy a most elinduló TOP Plus Európai Uniós projekt alapból ezeket a fejlesztéseket a következő években egyébként tovább fogjuk vinni. Még több játszóeszközt, még több zöldfelületi fejlesztést fogunk itt a lakótelepeken végrehajtani.